Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Rühle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rühle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet, ebből látszik, hogy alig, hanem Németországról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, és való igaz, annyi minden történik mostanság Németországban, hogy néha attól tartok a hallgatók, már kicsit megunják, hogy ennyit beszélünk róla, de meg fogjuk próbálni izgalmassá varázsolni a beszélgetést. Muszáj róla beszélni, mert nemrég a Magyar-Német Kereskedelmi és Iparkamara vezetője mondta, hogy jók a kapcsolatok, 2700 német tulajdonú cég van Magyarországon, és 220 ezer embernek adnak munkát, és Magyarországon, és hogy egy kicsit valaki utána néz, akkor a magyar gazdaság az jelentősen függ a német gazdaságtól, tehát nem mindegy, hogy ott mi történik. Most éppen közúti blokkádok vannak. A német gazdák sok helyen zárják le az utakat. A kormányukkal van bajuk, vagy valami mással? Kormányukkal van bajuk első rendben, de igazából ez egy hosszabb tendencia eredménye. És ez a hosszabb tendencia igazából ez az, ami érdekessé teszi ezt a problémát, mert ahogy itt a bevezetőben elhangzott, azt is mondhatnám, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, van egy másik közkedvelt fordulat is, hogyha a német gazdaság prüszköl egyet, akkor a magyar gazdaság ágynak esik. Tehát az, hogy ilyen állapotban van Németország gazdaságilag, és ehhez jön még egy politikai instabilitás is, ez valóban érdemes a figyelemre Magyarországról. Az pedig, hogy ezek most éppen a gazdák, a mozdonyvezetők, vagy a repülőtéri alkalmazottak, vagy más foglalkozási ágak képviselői, ez voltak éppen hétről hétre változik. Ezek nyilván összefüggésben is vannak egymással, de az, hogy Európa legnagyobb, és talán mondhatni továbbra is legbefolyásosabb tagállama ilyen állapotban van, ilyen bizonytalanságok jellemzik, ez egy új jelenség, és valóban aggodalomra ad okot. De politikai okokból van ilyen bizonytalan helyzetben, belpolitikai okokból a háború sodorta ide, az előző Covid időszak sodorta ide, még a 2008-as válság sodorta ide. Micsoda? Akkor kezdjük kicsit messzebbről. Ugye azt tudjuk, hogy annak idején, mielőtt Angela Merkel megkezdte volna az ő politikai pályafutását, akkor Németország szintén nagyon rossz helyzetben volt, és a Gerhard Schröder vezette szociáldemokrata zöld koalíció volt az, amelyik azt a bizonyos gazdaság dinamizáló programot bevezette, amit Hartz IV-nek, a négyes számú Hartz megállapodásnak neveztek el, aminek semmi köze a küzdelemhez, ez egy politikusnak volt a neve, aki a szellemi atya volt ennek a programnak. Ennek az volt a lényege, hogy a szociáldemokraták, hisz ki más lenne alkalmas egy ilyen döntés meghozatalára, a szociális kiadásokat és a gazdaságot terhelő béklyókat vették vissza, ami, amint ez az előrehozott választásokból akkor kiderült, gyakorlatilag egy önsorsrontó lépésnek bizonyult, hiszen Schröder kancellár megbukott, és jött Angela Merkel hosszú 16 éves kormányzása. Akkor a német gazdaság jó állapotban volt. Valóban Európa vezetőhatalma volt, óriási konjunktúra jellemezte, ennek számos áldásos hatásával együtt. Ehhez jött ugyanakkor egy olyan politikai konszolidáció, ami ebben a nagy koalíciós hangulatban és a nemzetközi környezetben azt az illúziót keltette, hogy voltak éppen azokra a stratégiai célokra, amelyek egy államnak mégiscsak a szuverenitását kiteszik, például a hadsereg. Ezekre már nem is nagyon kell költeni, hisz beköszöntött az örök béke, az enyhülés, a transatlanti kapcsolatok ideális volta, ez szükségtelen
lehetetlenné teszi, hogy a védelmi kiadásokba nagy pénzt fektessenek, és elérkezett az a néhai és egyébként nagyszerű politikus és kiváló szellem Wolfgang Schäuble pénzügyminisztersége alatt, amikor évekig szuficites volt a német költségvetés, ami lássuk be, hogy egy ekkora ország életében, ráadásul egy ilyen óriási művelet, mint a keleti tartományok reintegrációja azért egy nagy eredmény. Csak hogy ugye ez azért volt lehetséges, mert stratégiai beruházások maradtak el. Stratégiai beruházások az infrastruktúra fejlesztésben, a digitalizációban, a hadsereg modernizációjában, amelyek egészen addig nem mutatkoztak problémaként, amíg ideális békés körülmények voltak. De abban a pillanatban, hogy gyakorlatilag ilyen középkori körülmények támadtak, járvány, aszály, háború, abban a pillanatban egy olyan krízis tömeg zúdult erre az országra, ami egy pillanat alatt kibuktatta ezeket a korábbi mulasztásokat. Ez következett be pont akkor, amikor egy baloldali liberális koalíció lépett hatalomra 2 évvel ezelőtt. Jó, de ennek a baloldali liberális koalíciónak a zöld program megvalósítása volt a programjának a középpontjában. Ezt látták megoldásnak a korábbi elmaradásokra? Ennek a koalíciónak, ugye, ami egy mindig érdemes a létrejöttét felidézni, tehát igazából egy kancellária demokráciában szinte elképzelhetetlen, hogy úgy jön létre egyébként normális körülmények között, hogy úgy jön létre egy koalíció, hogy először a kis pártok, a zöldek és a liberálisok egyeztek meg arról, hogy ők voltak éppen milyen színű kancellárt szeretnének maguknak. Így hívták meg azt az Olaf Scholzot, aki az előző kormányban Angela Merkel kancellársága alatt pénzügyminiszter volt. Eleve így jött létre, ez is egy furcsaság már. Na most ők a haladást, ugye ez egy ilyen nagyon mozgalmi töltetű szó, Fortschritt, mondja a német, a haladást állították, ezt a címet adták a koalíciós megállapodást, csak hogy a haladást, azt ugye mindenki kicsit másképp érzékeli. A zöldeknek az a haladás, ha a környezetkímélő technológiák valósulnak meg. A szociáldemokratáknak, ugye hozzájuk köthető leginkább ez a fogalom, az a haladás, hogyha a szociális kiadások, a népjóléti kiadások erősödnek meg. A liberálisok pedig nolens-volens haladásnak azt tekintik, ugye, amikor sikerül azokat a szigorú pénzügyi feltételeket megteremteni, amik egy ország gazdálkodását támogatják. A vak is látja, hogy ezek nagyon nehezen fésülhetők össze, ezek a szempontok. És mindez lelentötve egy ilyen baloldali ideológikus mázzal, aminek Németországban nagy hagyománya van, az egész poszt-68-as gondolat, a drogliberalizációtól a választási korhatár leszállításán át, az LMBTQ ügyekig, ezek egy olyan ideológiai masszát adtak ki, amelyek voltak éppen ennek az egész kormánykoalíciónak, ha már gyakorlati szempontból nem is, ideológiailag az alapját tudták képezni. Sikeresen? Mind a mai napig az alapját képezik? A kancellárnak időnként felül kell bírálnia a koalíciót adó pártok döntéseit. De nagyon nagy az űr, és ez kezdettől fogva látható volt, hiszen alig száradt meg a tinta a koalíciós szerződésen, kiderült, hogy a COVID kezelésében sem tudnak egyetérteni, annak utóhatásait is már nehezen tudják kezelni, vissza-vissza nyúltak a COVID kemény időszakának döntéseihez, hogy akkor mi volt jó, mi nem volt jó. Kitört a háború, ami alapjaiban rengette meg a korábbi elképzeléseket. Ennek következtében
tudjuk jól, hogy az a stratégiai együttműködés, ami a két kontinentális hatalom között, Oroszország és Németország között, gyakorlatilag az elmúlt 300 évben Németország és egész Európa működő képességét biztosította, abban történt egy óriási törés, amit avval a szimbolikus valós töréssel is illusztrálni tudunk, hogy fölrobbantották az északi áramlatot, máig sem tudjuk, hogy pontosan ki. Épp most fejezték be a nyomozást azzal, hogy a valamelyik államnak nincs rá hatásköre, ez egy klasszikus elkenése a dolog. Hát, hogy ne, igen. Azért olyan nagyon nem, ha nem is tudjuk, hogy ki robbantotta föl, azt azért tudjuk, hogy ki örül neki. És itt érdemes azért egy zárójeles megjegyzést elereszteni, mert azért tudjuk jól, hogy, és ez még a későbbiekben fontos lesz, hogy az Egyesült Államoknak fontos szerepe van az európai biztonság megteremtésében, mint ahogy abban is fontos szerepe van, hogy az európai áruk, azok milyen körülmények között és milyen áron juthatnak az amerikai piacra. Az, hogy Németország viszonylag olcsón tudott termelni, amiatt, hogy olcsó energiát tudott behozni Oroszországból, ez bizony versenyelőnyt jelentett neki, hát az orosz gáz és kőolaj csapok elzárásával ez a versenyelőny megszűnt. Ennek Amerika örül. Ezt kár volna tagadni, és hát ne felejtsük el, hogy nem csak a demokrata elnök, hanem a sokak által áhítattal tisztelt és nagy várakozással várt Donald Trump is annak idején oda küldte a szenátorait, hogy tiltakozzanak, még mielőtt elindult volna az északi áramlat. Tehát az, hogy ez egy genuin amerikai érdek, hogy ne működjön ez a szövetség Oroszország és Németország között, ez a napnál világosabb. Vagyis olyan mértékben megdrágult az energia, és a nagyon, de nagyon jelentős német vegyipar, gondoljunk csak a BASF-re, ugye mindenki ismeri a Magnószalagokról, ha más onnan nem, legalábbis az idősebb generáció. Ugye ők is, hát az orosz kőolajjal működtettek mindent. Ezek a vállalkozások most mind szedik a sátorfájukat, és mennek többnyire Kínába. Tehát ezek nagyon súlyos csapást jelentettek, aminek az a következmény, hogy a német gazdaság az előrejelzések szerint 2024-ben bizony recesszióban marad. De az, hogy kitört egy háború Európában, ez nem adott alkalmat a német politikának, hogy fordulatot hajtson végre? Erre szokták alapozni a fordulatokat a rendkívüli körülményekre. Nem lehet addig tovább menni, amit eddig hittünk, de nem a mi hibánk, a háború hibája. Csináljuk másképp. Alapoztak is. És itt valóban elhangzott egy nagyon drámai beszéd, már amennyire a könyvelő típusú kancellár drámai beszédet tud mondani. Ez a bizonyos Zeitenwende, amikor az idők változnak. És az idő változásban az a 100 milliárdos alap, amit a Bundeswehr fejlesztésére előirányoztak, mint egy ilyen elkülönített vagyon. Ugye az elkülönített vagyon a német költségvetésben azért érdekes fogalom, mert az adósságfék, ez ugye egy fontos momentum a jelenlegi vitákban is, hiszen emiatt bukott meg az első költségvetési előterjesztés a német Bundestagban. Ugye ez egy alkotmányosan rögzített dolog. Az adósságfék csak úgy, mint Magyarországon, megtiltja a hatalmon levőknek, hogy eladósítsák az országot. Na most ez a bizonyos külön vagyon a Bundeswehr modernizációjára, ez ki van véve ebből a körből, némiképpen homályban hagyva azt, hogy ezt most pontosan miből is csinálják, de a szándék az nyilvánvaló volt. Felismerték, hogy ez így nem mehet tovább. Na de hiába hozzák meg ezt a döntést, 100 milliárd eurót elkölteni is elég hosszú idő, és az, hogy a különböző fegyvergyárak, amelyeket most látványosan avatnak föl, nem csak Zalaegerszeg környékén, mert oda is jön a német tőke, fegyvergyárak, hanem Németországban is, az ennek a következménye. Most elkezdték fölpörgetni a hadipari termelést, és elkezdtek beszélni arról, és talán ez a legizgalmasabb és a legaktuálisabb kérdés,
hogy azt a fajta stratégiai autonómiát, amit a francia elnök javasolt, azt hogy tudná Németország is komolyan venni, mert mindenki tart attól, vannak erre utaló jelek, hogyha Donald Trump visszatér a hatalomba, akkor bizony America first, tehát akkor az amerikai jelenlét Európában jelentősen visszaesik. Mi a tartalma a stratégiai autonómiának? Sok kétoldalú szerződés, akivel csak lehet? Hát ez egy olyan kérdés, ami szerintem számos elméleti problémát vet föl, aminek bizony magyar politikai vonatkozásai is vannak. Hiszen azt látjuk, hogy Magyarország nagyon elkötelezett az európai hadiipar támogatása, az európai elsősorban német hadiipari termékek vásárlása mellett, ami nyilvánvalóan egy stratégiai döntés, és segíti azt, ami egy nagyon fontos dolog, és ez a Magyar Uniós elnökségnek is egy nagyon fontos üzenete, hogy az európai védelmi iparnak a fejlesztése az egy stratégiai kérdés. Az, hogy Európa képes legyen a saját védelmét megszervezni, és azért utaltam itt az előbb a francia-német együttműködésre, mert ugye Németország az ismert okok miatt, második világháború nem atomhatalom. Franciaország és Nagy-Britannia viszont az. Tehát ugye itt a francia elnök ajánlata az, hogy valamilyen módon, és ugye ő a stratégia autonómia gondolatának is az atya, valamilyen módon ezt az együttműködést atomhatalmi szempontból is meg lehetne erősíteni. Más kérdés, hogy amikor korábban arról volt szó, hogy Németország a biztonsági tanács tagja legyen, vagy legyen egy közös Európai Uniós tagság, akkor pont Franciaország volt az, amelyik ezt nem szerette annyira, zárójel bezáró. De a dolog lényege az, hogy a stratégiai autonómia az egy olyan döntéshozatali mechanizmust hozzon létre, ami az Egyesült Államok nélkül is tudja biztosítani az Európa védelmét. Csak ugye hol van itt az elméleti probléma, amire itt az imént utaltam? Tehát, hogyha mi nem szeretjük a közös külpolitikai döntéshozatalt az Európai Unió szintjén, mert hogy nem szeretjük, mert ez az állami szuverenitást érinti, akkor vajon egy fejlett védelmi ipar és közös hadsereg esetén vajon ki tudja majd megmondani, hogy a támadás iránya mi legyen? Vagyis, hogy a közös külpolitikai cél meghatározás nélkül hogy lehet egy ideális esetben kialakuló közös európai haderő mozgását, stratégiai irányait meghatározni. Ezt a kis problémát azt gondolom, hogy a közeljövőben valahogy meg kell oldani, mert különben nagyon nehéz arról beszélni, hogy a stratégiai autonómia jegyében egy közös védelempolitika milyen módon alakuljon. Nem megoldás erre a francia atomütőerő, amire én még azt tanultam katonakoromban, hogy az úgynevezett általános azimut tájolású atomerő, tehát azt még ők mondják meg végül, hogy ezzel mit fognak csinálni. Hát igen, ők mondják meg végül, de ennek is van egy történeti dimenziója, mert hogyha valaki az Európai Unió alapító tagállamai közül, emlékezzünk csak De Gaulle tábornokra, mindig is gyanúval figyelte a transatlanti befolyást, még az együttműködést is, na hát az Franciaország. Tehát nem véletlenül ott csordogál a forrása a stratégiai autonómia gondolatának, ez Franciaország számára egy fontos szempont. Na de ugye pont erről szól a francia javaslat Németország felé is, hogy ezt az atomhaderőt, amire nyilvánvalóan szükség van egy atomhatalom Oroszországgal szemben, hogy azt nehéz elképzelni, hogy csak a francia hadsereg vezetői, vagy a francia elnök döntsön egyedül arról, hogy egy közös európai haderőben adott esetben ne adj Isten egy atomfegyvert mikor és hogy vessenek be. Tehát ugye az a klasszikus kérdés, amit még néhai Henry Kissinger tett föl, hogy vajon ha ő Európával akar beszélni, akkor kit is hívjon föl?
Ez egy napjainkban égetően aktuális kérdés, miközben látjuk, hogy az európai vitát, vagy az európai diskurzust ez a gondolat feszíti, és ebben Magyarország ugye egy fontos zászlóhívő szerepet játszik, hogy a szuverenisták vagy a föderalisták győzzenek. Na most nagyon nehéz a közös európai haderőről beszélni úgy, hogy egy szuverenista álláspontot képviselek, mert ugye annak viszonylag kicsi az esélye, hogy Budapestről lehetne irányítani a közös európai haderő. Másik fajta megmozdulás sorozat is zajlik Németországban az Alternative für Deutschlanddal kapcsolatban. Egy konferencia után tízezrek, százezrek tüntetnek. Ez Németország most második legerősebb pártja. Ez erősíti a pártot, vagy gyengíti a pártot? Hát ugye, na, ha megpróbáljuk kicsit strukturálni a beszélgetést, akkor ugye a gazdasági nehézségekről beszéltünk eddig leginkább, és arról, hogy voltak éppen ezt a modernizációt, vagy a gazdaság dinamizálását, azt milyen eszközökkel lehet elérni, és hogyha erről majd nyilván még beszélni kell más összefüggésben, de a kérdés nyomán ugye arra érdemes rávilágítani, hogy a német állami berendezkedésnek van egy születése óta meglévő jellemvonása, ez pedig az a fajta politikai berendezkedés, ami a konszenzust próbálja létrehozni, egyfelől, másfelől azt próbálja megakadályozni, megint csak a gonosz 12 év Hitleráj miatt, hogy valakinek nagyon nagy befolyása legyen az egész országot érintő államhatalomra. Ebből adódnak azok a viták, amelyek például arról szólnak, hogy a föderális berendezkedés, ugye visszacsengenek az imént az Európai Unióval kapcsolatban elhangzott dilemmák, hogy vajon az a fajta föderális berendezkedés, ami a kis, viszonylag kis, persze között vannak 20 milliós országrészek is, mint Észak-Rajna-Vesztfália, de hogy ezeknek az önállósága az vajon segíti-e azt, hogy egy egész országot érintő infrastruktúrafejlesztés, digitalizációs modernizáció létrejöhessen. Tehát van egyfelől egy ilyen vita. Jó-e nekünk a föderatív berendezkedés? Nem kéne több hatalmat adni a központi irányításnak Berlinben? A másik pedig az, hogy megint csak a gonosz 12 év miatt, és annak mindenféle ideológiai utóhatása miatt, amiről már ebben a stúdióban is többször beszéltünk, van egy olyan kommunikációs, minek nevezzem, üvegplafon, ami bizonyos tartalmak kimondását mondjuk a migrációval kapcsolatban, ami nyilvánvalóan egy belső stabilizációs kérdés, a társadalmi integráció megvalósíthatóságáról beszélünk. Ugye mindig fölmerül a kérdés, hogyha valaki valami kicsit hegyeset mond avval kapcsolatban, hogy az a sok bevándorló, aki Németországba bejött az elmúlt években, hogy velük vajon mit kéne kezdeni? Vissza kéne telepíteni, azt mondták Wannsee mellett Potsdamban. Hát igen, mondjuk ugye ebben remigráció. Ugye több probléma van, eleve a helyszín, ami ugye rossz kontextust ébreszt a Wannsee konferencia miatt, ami ugye a zsidóság megsemmisítéséről döntött. Tehát eleve, hogy mondjam, tehát ugye a német jobboldal nem megy a szomszédba a taktikai hibákért. A másik pedig ugye az, hogy a német állam, a jelenlegi még oly liberális, még oly baloldali koalíció is rengeteg olyan döntést hozott, ami szigorította a bevándorlási feltételeket. A probléma csak az, hogy ezekkel nem tud élni, mert olyan a jogállami rendszer, a különböző jogvédő szervezeteknek a befolyása, ami egy kiutasítás esetén
ezer és egy újabb lehetőséget nyit, hogy mire hivatkozva lehessen mégis az országban maradni. Vagyis ahhoz képest, hogy hány ítélet születik avval kapcsolatban, hogy kiket kéne kiutasítani, töredéke valósul meg ezek miatt, a különböző jogorvoslati esetek miatt. Na most ebből keletkezik egy feszültség. Egy olyan feszültség, amit ez a bizonyos AfD nevű párt, amelyik ugye soha nem kormányzott, mert mindig karanténban volt különböző helyeken, ezt ő mind fel tudja szívni, ezeket a protest szavazatokat maga alatt tudja egyesíteni, és hát hogyne országos szinten a második legnépszerűbb párt, na de azokban a keleti tartományokban, ahol idén választás lesz, Szászország, Türingia és Brandenburg tartomány, ott torony magasan vezet. Az a kérdés, hogy mit lehet kezdeni, és ugye ez az előbb a gazdasági lábáról beszéltünk a válságnak, és most pedig a politikairól kell beszéljünk, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a strukturális problémákkal, ezekkel a gazdasági nehézségekkel egy olyan helyzetben, amikor a demokratikus döntéshozatal is gellert kaphat azáltal, hogy egy párt, amelyiknek ilyen óriási a támogatottsága, 30-35, olykor 40%-os, egyszerűen ki van rekesztve a hatalomgyakorlás lehetőségéből. Ennek ugye az a következménye, hogy csak olyan színes koalíciók jöhetnek létre, aminek a politikai döntéshozatalban csak a legkisebb közös többszörös, vagy a legnagyobb közös osztó jut. Ez pedig a politikai bénultság állapotát eredményezi. Hogyha az AfD erősödik, akkor azt kinek a rovására teszi? És mi történik azon az oldalon, aminek a rovására ezt az AfD teszi? Mi látszik? Az AfD erősödése az voltaképpen minden oldalról szívja el a választókat. A jelentős visszaesés az érdekes módon pont a szociáldemokratáknál tapasztalható. Drámai a vesztesége a szociáldemokratáknak, de sajátos módon az egykori német utódpárt, tehát a Die Linke köréből is egyre több választót szív el. Ez ugye mutatja bizonyos értelemben azt, hogy a vörös és a barna egy adott pillanatban nagyon könnyen összemosódhat. Ugyanakkor viszont számos olyan tartalommal állnak elő, amelyek hát azért kerültek át az ő térfelükre, mert a kereszténydemokraták látványosan egy olyan modernizációs irányba mentek el, ami hát inkább baloldali szimpátiákat tudott megnyerni saját magának. Tehát azáltal, hogy a még oly konzervatívnak mondott Merz pártelnök vezeti a CDU-t, nem sikerül elérni azt a növekedést, ami által az AfD jelentős csökkenése lenne elérhető. Ezen közben megalakult egy újabb párt is, egy nagyon érdekes női politikus kezdeményezésére, ugye ő a Sarah Wagenknecht és a róla elnevezett párt, aki egy kelet-németországi születésű, perzsa vagy iráni felmenőkkel rendelkező személy, egy tehetséges baloldali politikus volt, amelyik nagyon ügyesen keveri a jobboldali társadalompolitikai tartalmakat a szociális demagógiával. Tehát voltak éppen az ő esetében összeérnek azok a szempontok, amelyiket itten emlegettem, tehát egy hagyományos társadalomkép, ugye ez persze nagyon sajátos, amikor ő arról beszél, hogy a bevándorlókat hogy kéne visszatartani, egy olyan a szociális felemelkedést támogató programmal, ami hát megint viszont a Linkétől, ahol ő tovább korábban politizált, vonja el a népszerűséget. Na most, ugye ezek a lépések, amik történtek, és itt a Van Zénél tartott ilyen értekezletről az imént már szerkesztő úr beszélt, tehát ahol arról esett szó, hogy lehetne visszazsupolni akár több millió Németországban élő
menekültet, migránst a küldő országokban. Ugye ez hát nyilván egy olyan ellenreakciót váltott ki, ami nagyon sok olyan embert vitt ki az utcára az AfD-vel szemben, akik eddig nem nagyon mutattak érdeklődést az ügy iránt. Ez azonban alig, ha fogja befolyásolni az AfD népszerűségi számait, a polarizációt növelheti, a felháborodást növelheti, és tekintettel arra, és itt a német sajtó szerepéről itt már sokat beszéltünk, de az, hogy ez a mainstream német sajtó voltaképpen más sem tesz, mint hogy azokat a politikai tartalmakat, amelyek egy kicsit is hajaznak bármiféle ilyen konzervatív értékvilágra, rögtön betolja a jobb sarokba, rögtön az AfD-vel azonosítja, és ilyen módon szalonképtelenné teszi. Voltaképpen ez a politikai olló csak egyre jobban nyílik, ami megint csak nem tesz lehetővé egy jobboldali konzervatív koalíció alkotást, még akkor sem, hogyha választási számok alapján a CDU és az AfD, meg mondjuk a liberálisok, hát hogy mondjam, összesen 60-70%-ot érnének el. Most ez egy olyan hasadást jelent a valósan jelenlévő politikai akarat és a kormányzás tartalma között, ami őszintén szólva nem tudom, hogy hova juttathatja ezt az országot, és ami talán még drámaibb, elég sok ismerősöm, barátom van ugye az előéletem miatt Németországban, a totális tanácstalanságot látom. De bocsánat, ha az AfD, tehát erősödhet-e annyira az AfD, hogy egy pillanatban azt mondja, hogy Donner Wetter, krucifix, én vagyok a legnagyobb, én mondom meg, hogy mi a szalon, hozzám képest lehet majd meghatározni, hogy mi a szalon, és ti vagytok a szalonképtelenek, mert én mondom meg, hogy mi a szalon. Egészen addig, amíg a német rendszer stabilitása az egyébként olyan alapokon nyugszik, amin a magyar rendszer is, tehát az, hogy ez a bizonyos konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami akkor tud megbuktatni egy regnáló kormányt, hogyha egy alternatív többséget tud felmutatni. Na most akármit is mond az Alternative für Deutschland, ugye az AfD neve, nem tud alternatívává válni, hiszen karanténban van, vagyis amíg ki van adva, hogy már pedig az AfD-vel senki koalíciót nem köt és nem köthet, egész egyszerűen erkölcsi történelmi megfontolásokból, és hát sajnos amiatt is, hogy ebben a pártban bizony olykor-olykor ilyen náci úrokat azért csak pönget egyik-másik keleti politikus, egészen addig ez nem következhet be. Én azt sem zárom ki persze, hogy egy adott ponton az elkeseredés addig jut, hogy akár 50% fölé is mehet bizonyos területeken az AfD támogatottsága. Na, hát az egy érdekes helyzet lesz, senkinek nem kívánom, hogy idáig eljusson. De ez hol mehet egyes területek 50% fölé? Tartományokban? Hát Németországban azt már tanultuk, hogy 10-12 fajta koalíció működik tartományszerte. Hogyne, és ugye ez ennek a konszenzusos politizálásnak a leglényege, hiszen ezáltal a politikai konfliktusok, azok lényegesen limitálva vannak, hiszen nem szíthatom én olyan nagy vehemenciával tartományi szinten azt, akivel az én elvtársaim, elvbarátaim egy másik tartományban vagy országos szinten együtt kormányoznak. Tehát ennek van egy mérséklő hatása, de egészen addig, amíg az AfD kívül reked ebből az egész hatalmi konstrukcióból, addig viszont mindenki szíthatja együtt az AfD-t, csak ugye az a probléma, hogy nem nagyon attól, hogy együtt utálják az AfD-t, attól a politikai programjukat tekintve antagonisztikus ellentétek lehetnek a pártok között. Ennek látjuk most a német kormánykoalícióban is olykor ékes példáját.
Mi a kormánykoalícióban lévő pártok politikája most, hogy ott is leghamarabb talán európai parlamenti választások lesznek? Ez ott fontos? Ez ott nagyon fontos lesz, és ezért is végtelenül izgalmas ez a mostani helyzet, mert ugye a koalíción belüli helyezkedés az ugye mindig jellemezte a német koalíciós kormányzást. Tehát ugye hiába van a kancellárnak egyfajta dominanciája, erősen korlátozottak az eszközei arra, hogy igazából rendet teremtsen a koalíciós pártok között. Na már most, ugye arról az imént már beszéltünk, hogy milyen lényegi ellentétek feszítik őket, akár csak a közösen felvállalt modernizációval kapcsolatban is. Na most, ami viszont kiderült mostanra, az pedig az, hogy gyakorlatilag, és itt kanyarodunk vissza a gazdák elégedetlenségére is. Nagyon sokaknak elege van abból az ideológikus kormányzati szerepfelfogásból, amit a zöldek mutatnak az utóbbi időben, ami gyakorlatilag mindent be akar terelni a környezetvédelmi utcába. Az atomerőművek teljes leállítása, ami persze még Angela Merkel idején született meg döntésként, jelezve ezzel a CDU vészes balra tolódását jelzem, hogy ott az bekövetkezett, hogy gyakorlatilag olyan beruházásokra kényszerítik a gazdákat, az egyes háztartásokat, lásd gázkazánok kivezetése, hőcserélők kötelező bevezetése, amik olyan kiadásokat eredményeznek, amik korábban nem voltak. Tehát egy csomó olyan a gazdaság működését megbékjózó döntés született, ami képtelennek látszik kirántani az országot a recesszióból. Most ebbe hozott új szint az, hogy az utóbbi időben a liberálisok felfedezték azt az ősi jellemvonásukat, hogy azért nekik mégiscsak egyfajta gazdasági liberalizációt kell az intervencionalista, szociáldemokrata és zöld politikával szembe helyezniük. Tehát ők most többet beszélnek arról, hogy nem tudatosan adó visszatérítéseket, illetve kompenzációkat kell nyújtani, megint csak egy zöld ideológiai egyében, hanem egy általános adócsökkentést kell bevezetni. Hogy le kell venni a vállalkozásokról ezeket az adminisztratív terheket, hogy egyszerűsíteni kell a döntéshozatalt. Megint csak előjön a digitalizáció kérdése, ami viszont megint csak felveti azt, hogy nem kéne átgondolni a föderatív berendezkedést, hisz nem tudok az egyik tartományban ezzel a céggel ilyen licensz alapján digitalizálni, a másikban meg egy másikkal. Tehát ezek jönnek most elő, ezek fontos reformelképzelések, csak kérdés persze, hogy át tudja-e ugrani a két másik kormányzó párt a saját árnyékát, illetve hogy a liberálisoknak bizony a személyi feltételek miatt is meglévő népszerűtlensége elége ezeknek a józan ötleteknek a megvalósítása. Az, hogy sokaknak elege van a zöldek zöld ideológiájából, ez azt jelenti, hogy mondjuk a CDU egy választás után már eleve kizárja a zöldeket a koalícióból, vagy a végén a matek dönti el, hogy hány szavazatra van szükség? A szomorú az, hogy szükségképpen a matek dönti el, és itt jön megint a kérdés, hogy mi lesz az AFD-s szavazatokkal. Ha a CDU el tudja hitetni az AFD szavazókkal, hogy jól jár akkor, ha nem az AFD-nél húzza be az X-et, hanem adott esetben a CDU-nál, mert ők is képesek egy olyan reformprogrammal előállni, vagy a társadalmi integrációban egy szigorúbb hangütést megengedni magukkal, meg maguknak, akkor van esély arra, hogy egy kormánykoalícióban a CDU domináns szerephez jut, de azt bátran kizárhatjuk, hogy ez egy 50% fölötti többséget hozna létre. Vagyis megint csak ott tartunk, hogy valamilyen koalíciót kell kötni, és tekintettel arra, hogy mind Schleswig-Holstein tartományban, mind pedig Észak-Rajna-Vesztfáliában
viszonylag sikeresen két fiatal CDU-s miniszterelnök kormányoz kereszténydemokrata zöld koalíciót, ezért bármekkora népszerűtlensége a zöldeknek szövetségi szinten, az a kísértés, hogy ezt a sikert szövetségi szinten is megpróbálják megvalósítani, ez azért még mindig ott bujkál. Mert ugye mi az alternatíva? A kicsit esetleg megerősödő szociáldemokraták. De hát ki tudja, hogy azok ebben az uhanásban, amiben éppen vannak, hol állnak meg. Tehát nagyon nehéz lesz szövetségi szinten, ugye durván másfél év múlva, olyan helyzetet teremteni, hogy abban egy domináns kereszténydemokrata politika tudjon megvalósulni. Egy berlini választásnak egy szövetségi országban milyen jelentősége van? Egy olyanban, mint a miénk, egy főpolgármester választásnak nagy jelentősége van. Németországban ez hogy van? Németországban nem ennyire vízfej Berlin, mint Magyarországon Budapest. Ez adódik ebből a sok központúságból, ugye, ami egy történelmi adottság. Másrészt pedig ugye abból az ilyen politikai visszafogottságból, hogy na azért Berlinnek ne legyen olyan nagyon nagy jelentősége, de ha a kérdés arra irányul, hogy mekkora szégyen az, hogy egy ekkora városban meg kellett ismételni a polgármester választást, mert olyan eljárási hibák történtek, illetve hogy meg kell ismételni azt is, hogy a Bundestagban milyen képviselőket delegálnak, ugye ez zajlott most nemrég, hát ez bizony jelzi azt, hogy adminisztratív szinten megint csak a digitalizáció hiányosságai miatt, amik egy választáson fontos szerepet játszanak, milyen hibák csúszhatnak be egy olyan országban, ami korábban technikai szempontból az ígéret földjének tűnt. Az AfD Berlinben is felfele tart? Vagy az Berlin az más? Az AfD mindenütt felfele tart, de azért egy nagyon érdekes térkép, ez egy kicsit régi sztori, de nagyon érdekes. Még a Konrad Adenauer Stiftung csinált egy olyan választási térképet Németországban, hogy a baloldali és a jobboldali szavazók, azok hogy szavaznak az egykori, vagy a többségében protestáns és a többségében katolikus vidékeken. Ebből az derül ki, hogy a protestáns vidékek többségében szociáldemokraták, a katolikus vidékek többségében kereszténydemokraták. Csak hogy itt a nagyvárosok mindig kivételek voltak. Tehát ott a baloldali többség az mindig adott volt, és ez az érdekes a mostani berlini helyzetben, hogy ott nem tudott az AfD olyan pozíciókat szerezni, hogy megakadályozhatta volna azt, hogyha nagyon minimálisan is, de mégiscsak egy kereszténydemokrata többség jött létre a városvezetésben, aminek azonban megint csak gátat szab az, hogy csak nagy koalícióban tud kormányozni. A Demokratikus Szövetség a sokszínűségért és ébredésért, a DAVA nevű párt, ez egy törökországi támogatással létrejött párt Németországban. Ez mekkorát játszhat Németországban? Sok a török? Hát ugye azért ott is van ezeknek a pártok népszerűségének, meg az országos hatáskörének van egy bizonyos korlátja, és hát ott is az 5%-os küszöb az mégiscsak, mint ami nálunk van, az határcabb. A jelenség az érdekes. A jelenség az érdekes. És azért érdekes, mert a bevándorló népesség az olyan mértéket ért el, hogy adott esetben egy önálló politikai akarat kifejezésére is alkalmas lehet. És látjuk ugyanazt, hogy ugye Cem Özdemir személyében a zöld pártállású mezőgazdasági miniszter az egy török származású ember, aki ugyan már ott született Németországban, de mégis az identitásával már csak a neve által is ott van. De ennek ellenére az nem új keletű, hogy az Erdogan elnök vezette Törökország az igyekszik befolyást gyakorolni a
a német politikai helyzet alakulására és az ottani török kisebbséget övező politikai környezetre, és hát ez pedig egy régi bevált politikai gyakorlata a baloldalon, hogy a bevándorlók állampolgárságának megadásával jó eséllyel a baloldali pártok szavazótáborát lehet növelni. Na most ebben a mostani helyzetben a vészes szociáldemokrata visszaesés, a német zöldeknek a népszerűség vesztése, ugye ez egy olyan folyamatot indított el, amikor bizonyos értelemben ez a török kisebbség, hát hogy mondjam, mint egy ilyen marionettbábú hirtelen saját életre kelt, és elkezdett egy olyan táncot járni, aminek én ugyan a nagy politikai befolyását a hatalom gyakorlására nem nagyon látom, de mégis egy olyan színfolt, amivel foglalkozni kell. A marihuána legalizáció, amit Magyarországon nagyon nagy érdeklődést váltott ki, mert az, hogy ez Németországban meg lesz rekreációs, orvosi célra ellenőrzött körülmények között, ez kinek hoz szavazatot? Kormányoldalnak? Hát ez benne volt a kormányprogramban. Tehát amit a beszélgetés elején emlegettem, hogy az ugye a szabad ötletek jegyzéke még a háború kitörése előtt, hogy mi mindent kéne a baloldali modernizáció, a fortschritt jegyében megtenni, ez szerepelt a kormányprogramban. Tehát ez nem egy meglepő dolog, ez egy olyan ügy, ami nyilvánvalóan az alternatív, a zöld, az erősen baloldali, liberális, libertinus választók számára lehet egy hívószó, és azt lehet mondani, hogy lám-lám a kormányprogramnak ezt az egy fontos pontját is megvalósított. De mi az, ami a kormányprogramban már nem valósítható meg? Tehát ez ma világosan látszik másfél évvel a választások előtt? Hát az biztos, hogy nem sikerül megvalósítani például a fosszilis energia hordozók teljes kivonására irányuló szándékokat. Tehát az egészen világos. Amire pedig látványos szükség van, még az atomenergia kiesése miatt még inkább. Tehát ugye ez mutatja a rendszer ideológikus voltát, hogy könnyen lezárták az utolsó atomerőművet is, még azon az áron is, hogy közben a fosszilis energiával működő erőműveket újra be kellett indítani, és sokkal intenzívebben kell működtetni, mint korábban. Tehát nem lehet az összes elképzelést hirtelen megvalósítani, a fosszilis energiák velünk maradnak, és hát van egy olyan terület is, ami hát bizonyos értelemben minket is érint, mert ugye az elektromos autók piaca az nem úgy alakul, ahogy azt sokan elképzelték. Az elektromos autók népszerűsége messze nem akkora, ahogy ezt sokan várták. Saját zsebből nem nagyon akar az ember venni, csak ha az államat hozzá hát pár pontosan, milliót. Miközben azok a csipek, amelyek kellenek egy ilyen autó működtetéséhez, ezek egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Na most ezt próbálják különböző szubvenciókkal, vállalatok betelepítésével, Németország gyártásúvá tenni, ez se nagyon működik. Tehát úgy tűnik, hogy a világ nem akarat és képzet. Ugye, ahogy Schopenhauer mondta, hanem ott olyan realitások vannak, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra befolyásolni, és hát ehhez képest szépségtapaszt most az, bár a társadalmi következményei nyilvánvalóan súlyosak lehetnek, hogy a marihuána legalizációval győzelmi jelentést lehet adni. Németország súlyát Európában mi mutatja meg az, hogy az amerikai elnökkel a kancellár hányszor tud tárgyalni? Hát ez lehet, hogy ez a kijelentés szomorú, de igaz. Tehát Németország súlya a mai Európában messze nem az, mint évekkel ezelőtt volt, ami egyébként Magyarország számára is egy komoly probléma. Tehát az, hogy az európai döntéshozatalban kinek mekkora befolyása van, ez nyilvánvalóan nagyon sok mindentől függ.
de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy egy államnak akkor van politikai befolyása, ha gazdaságilag is erős. Németország jelen pillanatban gazdaságilag gyenge, és ennek a gyengeségnek ezek az ideológiai tévképzetek is jelentik az okát, meg persze az, hogy az ország képtelen volt szembeszállni avval az amerikai érdekérvényesítéssel, ami az olcsó orosz energiáról leválasztotta, még akkor is, hogyha azok a súlyos problémák, amiket sokan vizionáltak, hogy hidegen maradnak a lakások, és a többi leállnak az autók, ezek nem is valósultak meg. Tehát egy gyenge, gazdasági erővel rendelkező ország az európai döntéshozatalban kevésbé tud részt venni. Franciaország megpróbálja ezt a helyet betölteni. Látjuk azt, hogy Olaszország is egy nagyon okos, ugye Meloni miniszterelnök erre a középre húzó, de mégis konzervatív hátterű politikával egy nagyon ügyes taktikai játszmát játszik. Tehát Németország sajnos elvesztette azt a súlyát az európai politikában, ami korábban volt. És még mindig Németország a legnagyobb gazdaság Európában. Így van. Az elmúlt egy órában Pőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, ha ezt érdekesnek találták, bármint a műsort, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.